Mindenkinek Solti vagyok, és hát jövök egy újabb LOL videóval, mert ma is kell first win. Úgyhogy igazából a legtöbb videó, amit eddig felraktam LOL-ról, azok nem másról szóltak, mint arról, hogy kell egy first win, úgyhogy fogom magam, és felveszem. És hát, ha nem jön ki, szóval ha mondjuk valami borzalmas videó jön ki, akkor azt nem feltétlenül, hogy élvezhetetlen, azt nem, de egy átlag videó kijön, már azt is felrakom. Szóval, hogy nem arra várok, hogy valami hülye, eszméletlen, szuper, meg a gameplay legyen belőle, hanem csak annyira, hogy egy normális meccs. Ja, úgyhogy ennyi az egész bevezetés. Úgyhogy hát jön is maga, hogy hívják. Ez most kipingelés, mit? Ez nagyon be fog halni ott farkasoknál. Ez... nem tudom, mondjuk én még nem láttam, vagy ide egyszer láttam dzsungelt, az iszonyatosan nagy faja volt. És zseniális, van egy AFK, midesünk. Örvendek. Ez nagy szopás lesz. Ez nagyon nagy szopás lesz. Finoman is szólva. Ja, hogy csak kidécézett. Oké. Igen, érdekes, mert nekem például nem írta ki, hogy bármikor is kidécézett volna. Sem van topod, nem Teemo. Mi? Valamit én félre néztem akkor. Teemo, az hol van? Ja, gondolom support és button off cool. Az viszont jó, ha sem van. Hogy hívják topon ennek? Örülök. Na jó, annyira nem. Bevallom, nem lett volna sokkal jobb. Vagy sokkal rosszabb a Teemo. Pláne ha AD az még úgy, még talán jobb is lett volna. Az apjának mondjuk a erős harassza miatt nem biztos, hogy örültem volna, de... de az AD az nem lett volna egy olyan... egy olyan feltétlenül rossz dolog. Csak az a baj, hogy ennek meg van ugye önhíje. Közel annyira nem is gyenge. Jó, nekem is. De... ops. Ezt is nem intéztem. Na... na jó, kicsit jobban oda kéne figyelnem. Na, mint lesz hitre. Francba már. Az a jó, hogyha engem harasszol a kújával, akkor nem híleli magát. Ugye, mert ez csak akkor, hogyha rádobja valakire, és azt meg is üti. Szóval így igazából ez csak haraszra jó. Oké. 3/4 HP-nál Ignite. Not bad. Not bad. Hülye harasza. Ezt fullozom, mert nekem is kell majd az önheal. Úgyhogy... franc. Ki a dzsungelesük? Ja, Rengar. És ott van button, oké, akkor nem kell félnem ganktől. Nido UMFG. Wow, that harass. Szerintem, hogy nem ütik őt a creepek? Ez folyamatosan ütöget engem,
Viszont nem kezdik el őt fókuszolni a creepek. Hát pedig ugye kéne. Szóval ezt én nem igazán értem, hogy miért. Nem? Ja igen, amúgy azt elfelejtettem mondani, hogy most láthatjátok, hogy picit más build-el jövök, mint szoktak a Renektonok, ugyanis én most egy Dimitch Renekton szándékoztam építeni. Tudom, hogy ez manapság már nem működik olyan jól, mint régen, szóval manapság mindenki Bruiser vagy Tank Renekton rak, de én most full Dimitch-re szándékszom rakni. Jó, egy kis Dimitch, vagy egy kis Defres, vagy ilyen gyengébb, most mi ez Dimitch-esebb Bruiser-re. Vagy egy ilyen kicsit tankosabb carry-re. Na, megöli? Nem öli, meg lesz pajzs, ami. Vagy nem? No, meghalsz, meghalsz, franc nem halt meg. Nagy kár. Ja, akkor megtalom a lénét, ha már úgyis bekelnie kell, vagy ha nem bekel, akkor megkiszedem torony alól. De bekelt. Most amúgy el is flashelt, vagy csak aircharge-olt? Már nem is, azért nem igazán figyeltem. Next time. Csak most be fogja szedni a hatot, mi? Ja. Adjok neki időt, hogy visszapusoljam, mert így most semmit nem tudok csinálni, így torony alatt van. Úgyhogy inkább hagyom, hogy hagy pusolja vissza. Én meg közben veszek homit vagyok. Hát ha már azt mondtam damage, akkor damage. Még egy kis damage. És ugye ward. És elmisszelt. És re. És levardolt mi. Ó, nem figyeltem, hogy hozott a vardot vissza. Ez kellett volna. Mennyi harmadod van neked te? 62. Ja. Az nem jó. Hát igen, eddig nem túl izgalmas, így a szóló lén. Csak rohadt defenzív ez a dög. És ezt nagyon nem szeretem. Gyere csak ide. Megint nagyon elhamarkodott Ignite volt? Már annyira nem. Na, jössz még rám? Nem jön. Kár, pedig még lett volna ulti, megszahúztam. Úgyhogy olyan nagyon agresszíveskedett volna, még talán rá tudtam volna fordulni. Amíg még most is. Igen, pont így. Úgyhogy akkor már tornyot is tolok. Remélem nem kapok az arcomba egy rengárt. Mondjuk, mivel van dual charge-om, ezért nem valószínű, hogy el tud kapni. De azért remélem, hogy nem. Pláne, mondjuk azért nem lenne jó, mert Shennek ugye valószínűleg van ultia.
Ergo még a Rengar nem is, de ha még oda jön mellé egy Shen, akkor az úgy együtt már elég csúnya tud lenni. Az a AP-kog elég szépet üt. Na, meg is ölte, és belehala? Ja, belehal az Ignite-be. Vagy creepekbe. Nem tudom, most épp mi ölte meg. Mi jót vegyek? Hát, kirakom a cipőt szerintem. Úgyhogy egyelőre azt úgy megveszem. Aztán majd meglátjuk, hogy mi. Ez miért akarják riportolni Ezreal-t? 0-2-0, hát jó, mondjuk a farmja is elég rossz. Úgyhogy valahol megértem. Ja igen, közben nekem van egy missza, ja, értem is. És vissza is jött, vett armort, hát persze, hogy vett armort. Alap. Hát így viszont már nem fogom tudni olyan easy-n harasszolni ennyi armorral. Ilyenben van armor penám. Vagy még rúnából is van pár, úgyhogy így van 30-an plusz 10%, de még ez is kevés mondjuk early-be. Úgyhogy nincs elég damage-em. Wow. Fail. Ops. Na ez meg a fail. Haha, micsoda szó vicc. Hülye gólem, hagyj békén. Hát az megint egy létpajzs. Na jó, mivel nem tudok mást, ezért fogom magam is kicsit körbenézek a dzsungelbe, csak előbb még ráijesztek. Jaj! Nincs exhaustom még egy kis ideig? Miért for... Miért nem... Ne! Pont lett volna csárgyom. Farcba. Nem lettem volna annyira izé defenzív, azt a sent megölhettem volna. Csak most nem tudom, valahogy belagoltam és rossz helyre nyomtam a stunt alatta. Úgyhogy érdekes. És nem volt kettes cipő, mondjuk az volt a legnagyobb probléma valószínűleg, hogy neki meg volt mi. Hát ennek nem, de ennek igen, és még szóvalgatott is. Ott egy Rengar. Az egy szép double kill lesz, ha még bele is halakog, akkor is. Hát vagy nem double kill, vagyis hát double kill, csak nem egy embernek. Hát az meghalt. Ó, az alatt is sebzi az Ignite, még fönt van a levegőbe. Azt hittem az alatt nem sebződik. Ó, mi van itt? Nagyon remélem, hogy nem talál rám egy. De bizony. De bizony nagyon rám talál. Francba. Na, Kog'Maw, Dimitri, lőj valamit, autó adtak.
Nem jó, nem jó. Oké. Okay. So close. So motherfucking close. Hát ahogy nézem, ezt nem az én lénem fogja lehozni, hanem inkább a GOG meg a bot. 4-0-5-2. Úgyhogy na mindegy. Attól még egy normális game, hogyha nem én izélem. Hozom le. Mit akarsz te ott, GOG? Sitszonnan, az az én lénem. Úgy okos GOG. Kéne vardolni a pirosukat. Csak mondjuk nem csak egy darab vardol, most ezt elfelejtettem hozni. Ja, mindegy, SS-t írtam mi. Mondjuk már jó ideje nincs itt. Az képest, hogy Dimitri meg jó keveset sebzek. Creepet is 4-5 ütésből tudok csak leszedni. Ja, mondjuk nincs túl nagy farma. Wow! Szép rángás volt. Szóval nincs túl nagy farma, se semmi izém. De hát mondjuk Renekton mindig is inkább spellekből osztotta a fizikált. Pont emiatt nem igazán rakják nagyon full a D-re. Hoho, azt mondjuk ott meg lehetne szedni. Se. Ó, ez viszont itt nagyon. Behúzom ide. És esélynél van. Ez nagyon nem tudja használni az Ignite-et. Arra viszont visszamehetünk. Na, nálam a red, oké. Okay. El van intézve. Fel is szúren, vagy le is szúrendelik? Vagy mi ez a GG már most? Vagy mondjuk jó, 17-6 azért ez már elég egyértelmű game. Szúrend ide vagy oda. Szívesen, papa. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak. T-Force ezzel nem akarok. Frozenre gondoltam, de azt early-be nem fogom kirakni, úgyhogy az csak late game-ben esedékes, hogy egy Frozen kirakok early-be, inkább damage-et, meg lifesteal-t kéne. Úgyhogy most egyelőre, hát az egy lifesteal. És majd későbbiekben még damage. Há, de rengárjuk nem tud kiszedni egy esélyt, az már nagyon gáz. Pedig annak meg kéne zabálni fél másodperc alatt. Jó, tudom, hogy nerfelték, de akkor is azért ez egy nagyon erős papírevő. Ez sem meg egy nagyon erős papír. Pláne, hogy nulla defenzíve vizét vett. Van ez rájuk? Ja, tényleg azt kell riportolni. What a cash! Hányan lesznek itt? Az mi bug? Stúdat range. Ó, jaj. Hát mi? Nidalen valami?
Fák, ezt nem kellett volna. Azért a luxuk üt sajnos. Ennyinál. Ja, mondjuk annak van farmja főleg. Ja igen, és elfelejtettem, hogy én most izé damage vagyok, nem pedig tank, úgyhogy nem kéne 3v1-be berohannom. Nem mindegy. Kicsit legalább reményt kapjanak, hogy megöltek. Kettőször is. Ebben majd izét fogok, nem akarok Frigyuszt kirakni. Úgyhogy majd Blood Tear Star lesz. Úgyhogy egyelőre semmit nem ezek. 1600-ra gyűjtök. Úgy. Wow. Hát az a Teemo eléggé halott. Pontosan. Aha, és egy Surrender. A pékók elég szépeket ütött így már. Jó, mondjuk volt egy kevéske. Bizé, figye, de... Na mindegy. Úgyhogy ennyi is lett volna ez a meccs. Hát ez egy ismételten egy olyan meccs, amit nem én hozok le, és semmi különös nem volt igazából benne, de azért... Azért így egy normális meccs, úgyhogy köszönöm, hogy megnézted, és sziasztok!